Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Egy visszatekintésre invitáltam meg mai vendégemet, Szibert Gergely, Fejér megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Tisztelettel köszöntöm. Én is tisztelettel köszöntöm a nézőket is. Nos, hát ugye azt tudjuk, hogy a 21. század legnagyobb globális kihívásai közé tartoznak mindenképpen az állategészségügyi problémák, az állatbetegségek is. Ezért fontos, hogy visszatekintsünk erre az évre, hogy mire számítottunk, és mi valósult meg a ilyen értelemben, hiszen voltak járványok, stb. Állatbetegségek okozta korlátozások is. Menjünk sorba, én azt gondolom. Ugye azt tudjuk, hogy hazánk a madárinfluenzában június 10-én, ahogy olvasom, nyerte vissza a magas patogenitásúval madárinfluenza betegségtőmentes besorolását. De hogyan érintette ez az állattartókat itthon előtte? Mi mindent kellett tenni azért, hogy ez a besorolás megszülessék, és utána természetesen megyünk tovább? Június előtt elrendelésre került az állatoknak a zártartása, mint a tartása, mind az alomanyag, illetve a takarmánynak a zárt tárolásra, és utána pedig a zárt etetése. Ugyanis a madárinfluenza terjesztésében a legnagyobb szerepe a vadmadaraknak van, tehát a házi állatokat úgy tudtuk meg óvni ettől a betegségtől, vagy azzal tudtuk a legbiztonságosabbá tenni a tartásukat, hogyha az házi állatainkat zártan kezeltük, zártan tartottuk, hogy a vadmadarak véletlenül se tudjanak sem az alomanyaghoz, sem az etetőanyaghoz, sem keveredni a házi állatokkal. Ennek a munkának az eredményeképpen Magyarország júniusban mentessé vált ettől a betegségtől. Azonban a madárinfluenzáról tudni kell, hogy folyamatosan jelen van a világban, folyamatosan jelen van a vadmadarak között, és hát a vadmadár vonulási időszakokkal általában meg is érkezik az útban levő országokba. Így várható, hogy Magyarország is veszélybe kerülhet, ugyanis a legfrissebb hírek azok, hogy Európa több országába, többek között Dániába, Németországba is felütette a fejét a madárinfluenza járvány, pontosabban a H5N1 vírusvariánsa, és a vadmadarakkal ez megérkezhet Magyarországra is. Ennek folyamányaként Magyarország területét, illetve a különböző megyéket különböző kockázati besorolásúvá tette a központi hatóság, így Fejér megye a közepes kockázatú területnek lett nyilvánítva madárinfluenza szempontjából. Nincs még itt a vírus, de nagyon oda kell figyelnünk, hogy ha meg is jelenik Magyarországon, maradjon csak vadmadarak között. Ezt különben a vadmadarakat folyamatosan monitorozzuk, tehát ez azt jelenti, hogy az elhullott vadmadarakból mintát küldünk, amit az intézet megvizsgál, és emellett pedig a tartóknak kötelezettsége, hogy óvják meg házi állataikat ettől a madarakra veszélyes vírustól. Tehát nincs ok arra, hogy a járványügyi fegyelem lazuljon semmiképpen sem. Semmi esetre sem lazulhat. Azt gondolom, hogy az általános járványügyi előírások is szigorúak. Az a lényeg, hogy mindenki tartsa be, és tartsa szem előtt, hogy amellett, hogy a vadmadarak tudják fertőzni az állományokat, ha valahol felüti a fejét, akkor akár az ember is tovább tudja vinni ezt a betegséget. Tehát a járványvédelmi előírások maradéktanul be kell, hogy tartassanak, mert ennél fontosabb jelen pillanatban nincsen. Így van. Ugyanakkor nagyon fontos a sertéspest is, hiszen ugye egy augusztusi hír, hogy Bicske körzetében találtak egy fertőzött vaddisznót, és az már a megye. Beszéljünk egy kicsit először a sertéspestisről, hiszen óvatatlanul is kevés szó esik róla, csak akkor, mikor már itt van a baj. Az afrikai sertéspestis vírusa csak és kizárólag a házi sertésekre és a vaddisznókra
veszélyes, tehát emberre nem veszélyes vírusról beszélünk, föltehetik a kérdést, hogy akkor miért is foglalkozunk vele. Hát azért, mert a sertésállományainkat ki tudja írtani ez a vírus, és az súlyos gazdasági károkat okozhat mind a tartóknak, mind az egész magyar államnak, mert hogyha véletlenül a házi sertés állományainkat is elérné ez a vírus, ami jelenleg Magyarországon csak vaddisznókban fellelhető, akkor Magyarországot kizárják az exportból, az állományaink egy részét le kell ölni, illetve a vírus is súlyos pusztítást tud bennük tenni. Tehát nagyon-nagyon lényegesek azok a járványügyi intézkedések, amik mind a vadállományt érintik. Ez azt jelenti, hogy a különböző vadásztársaságoknak kiírásra került, hogy mennyi az a kilövendő vaddisznó szám, amelyet teljesíteniük kell. Ennek különben az első körös ellenőrzése most zajlik, ugyanis a jogszabály szerint szeptember 30-áig a kilövendő számnak a 40%-át teljesíteni kellett a vadásztársaságoknak. Fejér megyében 77 vadásztársaság, illetve vadászterület van, minden egyes terület ellenőrzés alá került, és most fogom megírni azoknak a levelet, akik ezt a 40%-ot nem érték el, hogy nagyon sürgősen emeljenek a vadászataik számán, hogy a vadászati év végére, ami február végét jelenti, elérjék a kiírt szám 100%-át. Ilyenkor az elejtett vaddisznót megvizsgálják? Természetesen valamennyi vaddisznó vizsgálatra kerül, különben az elmúlt vadászati évben több mint 6600 vizsgálatot végeztünk, illetve idén, tehát március 1-től 3600 körül jár ez a szám. Ugye ebből a 3600-ból volt egy darab augusztusban, ami pozitív lett. Az sem elejtett vaddisznóból, hanem egy vaddisznó hullából került kimutatásra. Ez a szám egyébként az északi megyékben, hát gondolok itt a Börzsönybükk térségében magasabb? Hát jelenleg, mivel ott a vírus már elvégezte sajnos a pusztítást, ott megritkult a vaddisznószám. Fejér megyében azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit most kevesebb a kilövési szám, mint a tavalyi évben ilyenkor, így a mintaszám is alacsonyabb. Ezt meg kell vizsgálni, hogy ez azért van, mert a vadásztársaságok kevesebbet lőnek ki, vagy azért, mert a vaddisznóállomány fogy. Ugyanis 5 éves ciklusban el kell érni a fél vaddisznó per négyzetkilométer sűrűségű számot. Ez azért lett így meghatározva, mert hogyha lecsökkentjük a vaddisznóállomány sűrűségét, akkor a vírus átadási lehetősége jóval kisebb, és ebben a számban lett ez meghatározva. Egyébként a szakhatóságok kapcsolatban állnak a szomszédos országokkal? Hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tanácskozzanak arról, ahol megnő az esett szám. Természetesen az országos főállatorvosok Brüsszelben folyamatosan találkoznak és tanácskoznak, és valamennyi ország értesíti heti gyakorisággal a nála levő járványhelyzetről az összes többi országot. Mi is megkapjuk folyamatosan ezeket a tájékoztatásokat. Azt tudni kell, hogy Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában is ott van ez a vírus, sőt, ezekben az országokban tudomásom szerint házi sertésekben is jelen van, tehát nálunk az a legfontosabb dolog, hogy ne jusson be a házi sertés állományainkba ez a vírus, és ezért a legtöbbet az állattartók tehetnek. Nyilván, illetve hát a vadászok és a közös gazdaságok, hogy odafigyeljenek mielőbb. Beszéljünk egy kicsit a kergemarhakorról. Régen esett szó erről, de azt gondolom, hogy ez is veszélyes volt, de az utóbbi időben szerencsére nem találkoztunk ilyen betegséggel. Így van, hál' Istennek Magyarországon nincsenek megbetegedések, illetve nem kerül kimutatásra ez a prion. Ettől függetlenül folyamatosan monitorozzuk a vágásokat, tehát a levágott 24 hó feletti szarvasmarhákból mintát küldünk.
az idegrendszeri tünetek mellett elhullott szarvasmarhákból is folyamatosan mintát küldünk. Hál' Istennek Fejér megyében ez a betegség nem ütötte fel a fejét. Igen, hát az alapvetés az élelmiszerbiztonság nyilvánvaló, hiszen azért kiszámíthatatlanak ezek az állatbetegségek, független attól, hogy ön is mondta, hogy a többség nem veszélyes emberre, de azért oda kell figyelni. Mi a személyes tapasztalata? Az állattartók figyelnek arra, amit önök felhívásként feléjük közvetítenek? Azt gondolom, hogy az állattartók többsége odafigyel a saját állatállományára, legyen az állatvédelmi kérdés vagy járványügyi kérdés, de mindig vannak renitensek. Az elmúlt héten is találtunk olyan sertéstelepet, nagy létszámú sertéstelepet, aki nem tett eleget sem a bejelentési kötelezettségének, mint állattartó, sem a járványügyi kötelezettségeinek. Ilyenkor ezek a telepek zárlat alá kerülnek, ez azt jelenti, hogy állat oda se ki, se be nem mehet. Elvégezzük azokat a kötelező vérvizsgálatokat, amelyeket eddig elhanyagolt az állattartó, és hát nagyon bízunk benne, hogy semmilyen járványos betegség nincs ott azon a területen, de természetesen az ilyen állattartók komoly bírságra számíthatnak, mert az ilyen hozzáállással veszélyeztetik a többi szabályokat betartó állattartónak a munkáját, tevékenységét, és hát akár veszélyeztethetik az élelmiszerláncot is, mert hogyha egy ilyen, ilyen úgymond nem képben levő területről állat bekerül az élelmiszerláncba, akár Vágóhídon keresztül, akár máshogy, az veszélyt jelenthet a fogyasztóra nézve is. Tehát közös érdek megállítani a fertőzéseket. Nyilván azt mindenki megérti. Mint ahogy közös érdek az is, hogy figyeljünk az élelmiszerbiztonságra, és ennek kapcsán kérdezem, hogy az idei esztendőben azok az ellenőrzések, amelyek alapvetések voltak, gondolok itt a nagy ünnepeken, illetve a nyári időszakban, milyen eredménnyel zárultak? Összességében a tapasztalataink jók, persze voltak itt is olyan renitensek, akikkel szemben el kellett járni, de a humán COVID járvány ellenére tavasszal is, illetve nyáron is a hatóságunk a célellenőrzések folyamán kimondottan az épp szezonális élelmiszerekre koncentrálva elvégezte mind a vendéglátóhelyek, mind a forgalmazó, mind az előállító helyek célzott ellenőrzését. Emellett még különböző élelmiszer mintákat is veszünk, hogy amennyiben bármilyen tiltott anyag, ez esetleg mikrobiológiai nem megfelelőség kimutatásra kerüljön, és az ilyen termékeket azonnal kivonhassuk a piacról. De nagyon sokat tesznek ezért a vállalkozók is, ugyanis nekik kötelezettségük a saját terméküknek a folyamatos monitorozása, a folyamatos vizsgálata, és amennyiben ők valami nem megfelelőséget tapasztalnak a saját terméküknél, akkor azt azonnal visszavonják a piacról, és értesítik egyben a hatóságot is, és a hatósággal szoros együttműködésben vizsgálják ki a problémának az okát, és hát szüntetik meg ezt az okot, hogy utána újra termelhessenek. Azt kell, hogy mondjam, hogy Fejér megyében nagyon pozitívak ezzel kapcsolatban a tapasztalatok a különböző vállalkozásokkal kapcsolatban. Természetesen, mint minden területen, itt is volt olyan, aki nem tett eleget sem a nyomon követhetőségi előírásoknak, és még ez a húsüzem olyan terméket is állított elő, amire nem volt engedélye. Hát természetesen az ilyen termékeket kivontuk a piacról, felfüggesztettük a működést addig, amíg helyre nem hozta a hibákat, és utána komoly bírságot kapott. Igen, hát a tapasztalati tény, ugye tavaly a koronavírus járvány okán a Velencei tó, illetve Székesfehérváron is jószerivel a közös nagy rendezvények elmaradtak, az idén viszont ezt pótolták, és jó néhányan bizony, hát ezt megszenvedték. Ennek ellenére most azt láttuk már, amikor itt legalábbis Fehérváron, a belvárosban volt, hogy nagyon odafigyelnek a higiéniára. Nyilván a többi meg az élelmiszerlánc biztonsági felügyelőké, mármint a többi dolog, az rájuk tartozik.
De mi várható karácsonykor? Jelen pillanatban ugye még nem tudjuk, hogy lesznek-e korlátozások, avagy sem, de ilyenkor kiemelten készülnek erre a frekventált időszakra? Természetesen. Hát az elmúlt két év tapasztalatából kiindulva bármilyen korlátozások is lesznek, attól mindenki meg fogja ünnepelni a karácsonyt, tehát és a karácsonyhoz kapcsoló, a karácsonyt és a szilvesztert, és ehhez kapcsolódóan vannak olyan frekventált élelmiszerek, amelyek ilyenkor fogynak a leginkább, gondoljunk itt a Mikulás. Halra. Hát akár az édesipari termékek, így van, a csokoládé termékek, de gondolok itt Magyarországon a halfogyasztásnak egy nagyon nagy része ebben az időszakban zajlik, illetve hát ugye a szilveszter környékén pedig a virsli húskészítmények fogyasztása folyik. Tehát biztosak lehetnek az élelmiszervállalkozók abban, hogy idén is lesz célellenőrzés, illetve kiemelt időszak lesz a december 1-től december 31-i időszak, amikor a hatóságunk szakemberei célzottan az előállítókat és a forgalmazókat is ezen élelmiszerek köré rendeződve fogja vizsgálni. Biztos lesznek mintavételek, ugye a tavalyi évben a szaloncukor volt az ilyen kiemelt édesipari termék, biztos, hogy lesz édesipari termék is, amelyet célzottan fogunk vizsgálni. Az a lényeg, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, mind a higiéniai, mind a nyomon követhetőségi szabályokat, és akkor bátran várhatja az ellenőröket. Tehát úgy tetszik a termőföldtől az asztalig, hogy lehessen nyomon követni mindent. No, hát ezt érdeklődéssel várjuk, ugyanakkor egy érdekes hírt közölt velem, ugye az elmúlt esztendőben elmaradt a kulcsi állatorvos találkozó, ami nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy az egész állatorvos társadalom számára, az idén viszont várhatóan megrendezik. Milyen témák kerülnek fókuszba így előzetesen, hiszen én bízom benne, hogy eddig is ott lehetünk, és erről részletesen beszámolunk. Tervezzük, hogy megrendezzük a megyei állatorvos napot Kulcson, ahol ugye már 6 állatorvos elődünknek állítottunk szobrot. Mindenképpen szeretnénk megkoszorúzni az elődeinket, hogy ezzel is bizonyítsuk azt, hogy múlt nélkül jelen nem létezik. Azt gondolom, hogy minden szakmai társadalom fontos az, hogy egy napra megálljon, és visszagondoljon, és megemlékezzen elődeiről. Tervezzük ezt, illetve új szobrot nem fogunk avatni, viszont megkeresett minket a Magyarországos Állatorvos Egyesület, ami a legrégebbi országos állatorvos szervezet, hogy velünk közösen szeretné megtartani a közgyűlését, tehát ezen a napon úgymond a megyei állatorvos napot megtiszteli egy országos szervezet is, és ők is ott fognak egy rövid tanácskozást végezni. Az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy a szakmai beszámolóknak súlya van Kulcson. Most mire számíthatunk? Kérdezem, hogy mi kerül fókuszba? Hát mivel valamennyi szakmai vezetőnk úgy jelezte, hogy részt kíván venni ezen a tanácskozáson, én az ő nevükben nem tudok nyilatkozni, nagyon bízom benne, hogy olyan újdonságokról fognak beszámolni, ami mindenki számára érdekes lehet. Még egy érdekesség szintén, a Magyar Állatorvosok Világszervezetében mi újság, milyen dolgaik vannak ebben az időszakban? Nagyon aktuális a mai beszélgetésünk, ugyanis november 12-én és 13-án a Világszervezet következő konferenciáját fogja tartani a jelenleg Szlovákiához tartozó Szencen, amit nagyon bízom, hogy meg tudunk rendezni, és a járványügyi helyzet az nem fog súlyosbodni, és két év után a Kárpát-medencei magyar állatorvosok ismét tudnak találkozni, és beszélgethetünk. Többek között a legfontosabb
valamennyiünket érintő témáról, az afrikai sertéspestisről, amelyről a plenáris napunk szólni fog. Tehát elnökként már várja, gondolom, ezt a találkozót. Mindenképpen, mert egy szervezetnél nagyon fontosak a személyes találkozások. Nos, orvos úr, köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, és hát én bízom benne, hiszen épp eleget beszélünk róla, hogy mindenki kellően tudomásul veszi, hogy oda kell figyelnie ezekre a kérdésekre, tehát gondolok itt az állatbetegségekre, hiszen csak így lehetünk biztonságban. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a Agrárinfót látták, vendégem Szibert Gergely volt, a Fejér megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályvezetője, megyei főállatorvos. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra.